Székelyudvarhelyen eddig 5 tömbházban alakították ki az úgynevezett vízszintes elosztású fűtésrendszert, amely a tapasztalatok szerint átlagosan 30%-kal kevesebb fűtésköltséget jelentett a lakóknak. A rendszer további előnyei közé tartozik, hogy egyéni hőenergiamérésre ad lehetőséget minden lakásban, tehát mindenki annyit fizet, amennyit fogyaszt. A költségkímélő hálózat kialakítását egy pályáztatási rendszerben végzi az Urbán RT, idén is várják a tömbházak jelentkezését a programban. A polgármesteri hivatal támogatásának köszönhetően idén legalább 10 lépcsőházban épülhet ki a vízszintes elosztású fűtésrendszer. A kedvezményezetteket részben a pályázatok leadásának sorrendje szerint választják ki, de fontos szempont, hogy az adott lépcsőházban minél többen legyenek a távfűtési rendszeren, hangsúlyozta már korábban is a közüzemek vezetője Ránduj Mihály. Az elbírálás az két fontos kritérium alapján történik. Az egyik nyilván a legfontosabb, hogy minél többen legyenek a lépcsőházban a távhőrendszeren, a másik pedig, hogy az adott lakónegyedi rendszer modernizálva legyen. Ezekben a tömbházakban lakók gyakorlatilag a lakáson belül meg kell valósítsák a fűtőtestek vízszintes összekötését, tehát hasonlóképpen mind aki az egyéni rendszert szerelteti be, és ezt kell csatlakoztassák az ajtó előtti vízszintes elosztásos rendszerre, illetve a hőmennyiségmérő egyéni órát kell megvásárolják. Ez egy lakásra általában egy ilyen óra kb. 800 lej, a belső munkálatok 2-3 szobásnál ilyen 1500-1700 lej körüli összegbe kerül. Elmondták, a kéréseket legkésőbb július közepéig érdemes leadni, hogy bőven maradjon idő a szerelési munkálatokra, még a fűtés szezon beköszönte előtt. Egyébként a lakóknak csak a lakáson belüli szerelési költségeket kell állniuk, a pályázati kéréseket az Urbán RT székhelyén kell leadni, a műszaki osztályon pedig részletes tájékoztatást kaphatnak a rendszerről, a pályázatról és a feltételekről.